Inni. Io. No, tanto con la massa di crescita. Inna inna mamma è una cucinaria da salare. Finti e ciurici cresci. Ma per dire che sono un cresci del gas. O meglio, è che io sempre mi do zero il motto motivo in muro. Non è più di un metro da usare il telefono. Se dice che per un totale sta in tola un cresci del gas. Tola in marchi. Mi è un muro da usare il telefono. Da ci servono al telefono a tutti gli altri. O da l'epoca. Mi sono mille la coca mi hanno potuto lettermi. Devo dire, se mi hanno l'arte, io mi sono qua in vuoi bere da un comici, voglio non dire che mi hanno fatto che fu guardare quella che mi ha fatto la prezzina. Bisogna la foto, come c'è? Visa. Visa, mi piace, non è lo? Visa. Fai un attimo, visa, che io c'ho da tirare, che c'ho qua, poi ci sono tutti. O meglio da me che dico visi, ogni volta per la testa, non c'è qua, se fu guardare. Io non te, le ho lasciato i miei inizi, per il tuo tempo, mi ha fatto ma non c'è qua, mi dico i modi a poco scala dei figli di nuovo sono militari e fatti di dove sorta e sono anche di un mio padre per guardare sul radio guardate se c'è un po' di dixi o me li interrebbe dico fuori a dixi un po' di piano che non ti pilota per i mali come le cose non è uno schietto mi chiedo ci quello mi dai più voglio più a me che si fa? Non è sciopato ma c'è un po' di pezzi dato che non è la stessa cosa che tu quindi non mi viene più a me che ho una smetta di tutti gli anni che io nei miei anni tu hai visto a me e sono andato appunto a me e ci tengo io mi sono più a te tu cari tanto se voglio al nostro meglio di te ho e fu quando per il mio mi riesce a un centimetro non ho trovato con i miei anni ma la mia foglia di sì mi riesce a gli sta andato forse ci ho sentito il mio mi riesce ora ho detto io ci non attivavo con il vento lo scavo e mindenki kérnék, hogy akkor vegye elő azt a lapot, amit kezébe adtam mindenkinek, ezt a táblázatot kéne fölvarázsolni, és akkor kérdőre jut a mérés, jó? Na, a táblázatot meg kéne mérni a mérősúlynak, mutattam, hogy melyik mérősúlyjal dolgozunk, jó? Ezzel a kicsikével, jó? Itt van itt. Ő lesz a mérősúly, mindenki talál az asztalán egy csavar, hát csavar az egy ilyen csavar látigazgatott fényneves, valójában így néz ki, így van, mint a sapra. Ő lett az a csavarokkal átjuttatott mindenféle alakzat, aminek ugye a kérfogatát elég nézve megmérni, mert tiszta lyukacs, ugye? Sokkal ezért valami felérhetünk. A következő a kő, gondolom ezt ennél mondhatom, most kalics, ez tengerből való kalics, úgyhogy ezzel fogunk dolgozni. Az utolsó pedig, ugye a radír, hogy kicsit nagyobb legyen a radír, egy kettő-kettő mindig összehúzhatnám, de ez nem befolyásolja a mérés eredményét. Egy nagy darab radír guminak fogjuk fel az egészet. Jó, kezdjük el az elsővel. Kérdezném én, hogy az első tárgy ugye ez egy mérősúly. Ezt kérdezik, melyik mérőmegyel érdemes mérni? Nagyban, vagy egy kicsiben? Hát a legkisebben. Miért? Mert akkor ez a mérőre lehetőleg pontosabb. Jó, én beletenném a mérősúlyt ebbe a kicsiben. Olvassuk már le mindenki, nézze meg, hogy mi az, ami már biztosan ellenbi. Tehát ha mondjuk beleteszünk 30 millilitert, az jó lesz? 30 esetleg mi lehet mond, hogy egy nagyon kinyomja a vizet, és akkor nem tudjuk leolvasni. Elég lehet csak mennyi? 20 milliliter. Tehát tegyünk bele mondjuk 20 milliliter beosztása, és biztosan a vízszint addig csak fog emelkedni, hogy le tudjuk olvasni, jó? Tehát annyit kérnék mindenkitől a legkisebb mérőkornak tegyék elő. Esetleg ki lehet lejönni, itt nagyon pontosan be lehet állítani a vízsugarat. Jó? Elég problémás a középső csapat használjuk, hogy én nem ajánlom ezeket, jó? Ott elég nagy hacsak lehet csinálni tőle. Inkább jöjjünk ide a végére. Jó? 20 beosztásig. Hát itt milliliter van írva, az aljában 5 cm, ugye? Térfogat szempontjából. Jó? Ha kicsit több megy, majd mi jöjjünk belőle. De hát is már nem tiszta jó. Ott középen a lefolyóban lehet egy kicsit voltunk, de most már megint megyünk. Értem. Jó, sikerült a hosszat állítani? Vízszintesen tegyük le. Így is tűnt le a hosszat. 20. Jó, beletesszük a hosszat. Pedig te is már látni, és ott is dolgozni a hosszat. Jó. Vízszintesen. Töltsük ki a táblázatot.
Mindenki 20 ml-t, ugye? 20 ml-ről, vagyis 20 köbcentiméterről. Írjuk be, hogy a víz térfogata 20. Jó? Ezek után a víz térfogat változása mennyi? Nem az a kérdés, hogy mennyi lett, hanem mennyivel lett több. Volt 20, most pedig... Mennyit olvassunk le? 38 körül értéket kéne leolvasni. A 38 az azt jelenti, hogy mennyi a változás? 18. Így van. 18 köbcentiméter. Ez nagyjából helyes. A test térfogata nyilván nagyon egyszerű kérdés. 18. Hát az is 18. Amennyi a folyadék szint változás, amennyivel nagyobb lett a folyadék térfogata, pontosan annyira a test térfogata. Az nyomta ki a folyadékot, ugye? Jó, a tömegét majd a végén leolvassuk. Jó, most a térfogatra koncentráljunk. Jönne a csavar, vagyis az a kiukazgatott test. Melyik mérő hengert alkalmazunk hozzá? Ez a nyugatolott fénylapot. Ez melyik? Melyik mérő henger kéne? Ez még a középső? Ha beleteszünk, nézzék csak. Az a baj, hogy a legfelső skála is magasabban van, mint a fény, vagy alacsonyabban van, mint a fénynek a teteje. Tehát sajnos a legnagyobb mérő hengert kell elővenni. Azt is meddig kell dönteni, nézzük meg, tegyük bele a mérő hengerbe. Én azt mondom, hogy öntsük 200 ml-ig, jó? 200, és akkor biztos el fogja látni, és valamennyi volt a legyen. Jó? Nagyon pontosan 200 ml-ig, jó? Van még övörlupát, jó? Látom ebben a mágyáit. Mindig a poharat, és vízszintesen olvassuk, de a legfontosabb, jó? Jó, feltesszük a vasdarabot, és megnézzük, hogy mennyi mellett tölt. Kinek 25, kinek mennyi? Kicsit fölé hagyták a papírjukat, jól van.
állítsa be. A herpele biztosan el fogja lenni, jó? Állítsuk be herpele biztosan. Jó? Mindenki olvasson, hogy mennyi belőle több a térfogat. Az az érdekes majd. Az, hogy honnan indulunk, ha csak följelölt jeleztük. Jó? Mennyi a most? 70? Jó? Akkor írjuk a táblázatot. 70? Beletesszük és olvasunk, hogy mennyi belőle több. Hetvenről indultunk. És lehet 95, akkor mennyivel több? 25. Természetesen, figyelem! Bicikét! Természetesen mindenkinek más, ugye? Nem egyforma kapcsolatban mindenki, természetesen. Így mindenkinek más és más lesz ugye a megfelelő térfogat is. Nyilván ez 25 térfogatnak felel meg nyilvánvaló módon. Jó? Radírgumi jönne. A legkisebb tökéletes lesz. Úgyhogy vegyük ki belőle a mostani fehér padicsot. Ki kell borítani, hogy ki kell lenni ügyesen. Ez teljesen elletik, hogy mennyit lesz. 30-ig öntjük, és akkor felülünk és megnézzük, hogy mennyi lesz. 30-ról indítjuk. Csavarjukat van már.
a mérés határ? 210. Jó, váltsuk vissza a mérés határt a kőhöz, mert az kicsi lett csak. Tehát váltsuk itt a százas mérés határt. És akkor a kavicsot tegyük be. A kis kavicsunk az nem lesz 100 gram. Tehát is általában nem lesz pontosan van. Ez mindenkinek más. 60. 5. Én azt írom, hogy mit értünk. 65. 65. És utoljára a radírt tegyük fel, az tényleg kicsi tömegű lesz. Csak. És akkor megint kérném a segítségét a számológépeseknek. Egy-egy osztás lenne hátra. Én megcsinálnám azt, ami itt van a táblán. Ha esetleg önöknek van számológépük, adják már ezt, jó? Egy gyors hosszoldatás lenne. Elosztjuk megint az utolsó sort az utolsó előttivel. Ezzel. Jó? 51 osztva 18-al. Az első 2,83 század. Jó? Ez mindenkinek ennyi körül kéne, hogy legyen, ugye? Mert mindenkinek ugyanez a tárgyból. Csavar 210 osztva 25-tel, ez is mindenkinek körülbelül 8,4. Körülbelül ilyen méretekkel dolgoztunk. A kavicsnál már mindenkinek másodatai voltak, de a hányadosnak nagyjából meg kéne egyezni. 2,6-os. És akkor 19 osztva 13-mal, az meg 1,46. Na, sikerült el meghatároznunk. Segítségem alapon, számolókép volt. Jó, de ez nem jelent hibát, ez a összeállításából adódik. Nézzük
genetikai adatunkat, ez egy csavarnak, vagy egy csavari háznak volt az anyaga. Sűrűsége 8,4. Mihez hasonlít ez? Hát a vörös rész, megint csak ugye azt kérdezném, hogy biztos, hogy vörös rész van a készülője? Hát inkább mire gondolunk? Valójában miből készült ez? Valószínűleg vasból. Mi lehet az oka, hogy megint csak nagyobb értéket kapunk egy picit? Tehát, hogy a vas anyagára kicsit nagyobbat kapunk. Tömeg, vagy a térfogatmérés volt egy picit hibás? Mivel a térfogat? Mi lehet esetleg a baj? Gondoljuk, hogy egy ilyen lukacsos testet beleteszünk ebbe a mérőhengerbe. Biztos, hogy minden buborékot csak jött abból? Nem. Lehet, hogy maradt egy kis buborék. Az is lehet, hogy... Nem maradt. Tessék? Az is lehet, hogy a centiméter, a skála leolvasásra egy pici hibát mérhetünk. Ugye nem volt teljesen pontos a mérés kerekítettünk. Tehát számtalan olyan hiba lehetőség van, ami esetleg ezt a hibát okozhatja. Körülbelül azért nem kaptunk rossz adatot, egy 10%-on belül bőven. Nézzük a következőt, a kavicsot. Kavicsnak az adatot, hogy 2,6. Hát, mit gondolunk a kavics mérésről? Hát a főzetanyag, nem? A hóbor, a hóbor is ugyanaz, hogy egy picikén apró parc, általában parc kristály, tehát ilyen főzetanyag. A hivatalos mérések szerint a sűrűsége 2,65 kéne, hogy legyen, nekünk 2,6, hát ezt kiválónak tartanám ezt a minős eredményt. Jó? Picikén csendes legyünk el. Jó, tehát úgy gondolom, hogy az utolsó adat az teljes mennyben vágó 2,6-tal, és a legutolsó mérési eredményünk a radírra, az nyilvánvalóan miből van? Gumiból. Az igazi értéknek az a kérdés, hogy 1,23, nekünk 1,46%, picit nagyobb lett a sűrűsége. Ennek mi lehet megint az oka? A cernusz az a nagyon befolyásolta a sűrűséget. Esetleg mi? Kicsit nagyobb, a közrészről egy kis levegő, akkor a sűrűséget csökkentette volna. Viszont még egy kicsit nagyobb lett. Vajon miért lehet nagyobb? A levegőben. A radírgumi ugyanazok, mint mondjuk a kerékgumi? Nem. Hát nem, mert más a célja. A radírgumi arra való, hogy a papírra eltüntessük a ceruzanyagokat. Valószínűleg nem ugyanabban az anyagból készült, mint a hagyományos gumi, mint hogy tudom én, egy befőző gumi. Innentől kezdve nyilvánvalóan, mivel nem ugyanaz az anyag, nyilván sűrűség is ugyanaz. Tehát hasonlít azért a hagyományos gumia, de azért egy radír gumi nyilván egy speciális adalékmentet tartalmaz, amitől jól lehet radírozni. Ha egy hagyományos gumidarabban radíroznánk, csak fékkenni az anyagot. Ez a radír egy ilyen mállós, ugye valahogy szétforgásolódik. Olyan anyagot keveztek bele, amitől ilyen tulajdonságú. Tehát valószínűleg ez a gumi, ez a radírgumi nem teljesen olyan gumi, mint amit a hétköznapi életben szoktunk megismerni gumiként. Tehát nyilvánvalóan a sűrűséget itt egy jelentősebb eltérést tapasztalunk. Valami anyagot kevertek be, azért a sűrűséget picit nagyobb. Na, hát remélem azért tetszett ez a mérés rész, és akkor a következő annyi lenne, a szöveget kéne kiegészíteni azzal a megfelelő szöveggel, amit oda érzünk igazra. A súly, miből készülhetem? A mérősúly. Hát a legelső volt a mérősúly. Alumíniumhoz hasonlított. Alumínium. Írjuk, hogy a súly alumínium. A csavar, illetve a lukacsos csavarodott anyag, az valószínűleg vasból. A kő. Megbeszéljük, hogy? Hát kőzetanyag vagy? Kvarc, nagyon jó kvarc. A radír pedig valami gumiból készült. Érdekes kérdés lett a csak. Történelmileg nagyon ismert és legenda szerint híres történelmi probléma, természettudományos probléma, hogy hogyan mérhette meg Archimédesz, görög ókori kutató, fizikus matematikusunk, a szirakuzai király koronájának térfogatát. Ugye tömegével nincs, mit kell csinálni? Fárítom érdekel. A térfogatát pedig hogy
jelenlő tárgyat vissza kell váltani. És a víz térfogat növekedése, és a víz térfogat növekedése egyet a testnél voltával. Tehát a testet, a mérendő testet vízbe kell váltani, és a test térfogat, a folyadék térfogat növekedése, a test térfogatával egyenlő. Tehát a víz térfogat növekedése, a test térfogatával egyenlő. Tehát a mérendő tárgyat vízbe kell váltani, és a víz térfogat növekedése, a test térfogatával egyenlő. Amennyivel növekszik a test a folyadék térfogata, pontosan annyi a belevágott testnek a térfogata. És miért kell vigyázni, hogy a víz mindenki csak a lukason belemenjen, tehát esetleg még mit kell csinálni, ha ilyen ágas, dolgas valamit vágott bele, hogy esetleg meg kell kicsikét a víz alatt forgatni. Tehát a kis légbuborékok, amik esetleg az alsó lukakba bele szorulnak, azok minden helyen kitöltsék az anyagot, és teljes mértékben a víz bele tudja szivárogni mindegyik részletébe, és akkor ugye ténylegesen a folyadék emelkedés az pontosan a mérendő test térfogatával egyenlő. Tehát olyan esetben szükséges most mérni, és nem tudjuk megmérni valamilyen mérőműszerrel a térfogatot, akkor nagyon egyszerűen azt kell csinálni, hogy a folyadékot belevágjuk, az kitölti a minden szalag helyet, és valójában a folyadék emelkedés pontosan a test térfogatával egyezik meg. És akkor azt mondtuk, hogy a végére, amennyi időnk marad, az ebben a lapon az utolsó feladat, meg az előző lapon is az utolsó feladatok, azok inkább ilyen gyakorlati alkalmazások, ezeket hagynánk a végére. Úgyhogy az első kérdés az, hogy mindenki tudja, hogy a harang készlete, a különböző bankok, azok harangtömbökben tárolva helyezik el, különböző páncéltermekben. Ez adja végül is a pénz alapnak a, hát végül is egy ilyen biztosítékát. A Magyar Nemzeti Bankban is tárolható az a feladat, és ennek mindig ugye megvan a nemzetközi értéke. A feladat a következő, ha az aranytömb térfogata 259,2 cm, ezt ugye nem európai mértékegységben rögzítették le, uncia egységben mérik az aranyat, és abban kifejezve egy kerek érték az pontosan ilyen térfogatnak felel meg. Körülbelül akkora, körülbelül egy ilyen 10-15 cm hosszú, egy 10 cm széles, egy 5 cm magas tömbökbe szokták tömteni az aranyat. A lehető legtisztább formájában általában egy 99,9%-os tisztaságban. Nos, ha ilyen térfogat az aranytömb, kérdés, hogy fel tudjuk emelni egy 10 darab aranytömbből álló stócot. Föl tudjuk emelni az aranyat, a 10 darab aranyból származik. Az arany sűrűségét a fenti táblában megvizsgálni. Az arany sűrűsége 19,3 gram per centiméter. Azt mondtuk, hogy az összefüggés a következő. Írnám is a táblára. Próbáljuk együtt számolni. Önök is írhatják oda a szabad helyre. Ugye azt mondtuk, hogy a sűrűség nem más, ró, mint a testnek a tömegének, és a testnek a térfogatának véve jelöljük, hány is a sav. Most ebből nekünk a tömeget szeretnénk kiszámolni. Hogyan számoljuk ki? Mindkét oldalra mit kell csinálnom? V-vel. V-vel át kell szorozni, ugye? Ha mindkét oldalt megszorozzuk V-vel, akkor azt kapjuk, hogy M egyenlő rószor V. Ismerik azt a kis háromszög alakban ért betűket? Nem? Nem szoktak esetleg általános iskolába szokás? Írnak egy kis háromszöget? Nem csináltak még ilyet? Beírják ugye fönnre a legnek, lenne a ró és a vég. És akkor ugye azt mondja ez a kis háromszög számunkra, hogy ró egyenlőt akarjuk, mi maradott? M per V. M per V, ott van. Mi lesz a V? V egyenlő, M per ró, M per ró, és mi lesz az M? Rószor V. Na ezt kell nekünk. M egyenlő rószor V. Gyorsan helyettesítsünk be, mi a sűrűség? 19,3
gram per köbcentiméter. Ezt kell megszorozni a térfogattal, ami megvan adva 259,7 köbcentiméter. Általában minden aranytököt ilyen térfogatba szoktak kiönteni, és akkor egy számológép, akinél van, a kettőt össze kell szorozni. 259,07 szorozva 59,3 pontosan 5000 gram. Hát ez hány kilogram? 5 kilogram. Gondolták volna, hogy ilyen kicsiket is van, több az 5 kilogrammos? Na most 5 kilogrammi arany, az azt mondjuk, hogy hát talán többjük lenne, ez nem olyan nagy probléma, de mondjuk 10 darabot egymásra sokszor nem, akkor az már hány kilogram? Az 50 kilogram. Hát mindenki fel tudná kapni? Nem biztos. Tehát mondjuk betennék a zsebünkbe, kiszakítaná a zsebünket. Tehát egy 5 kilogrammos nagy vasdarabot kell letenni, az azért kinyomná a zsebünket. Gondoljuk el, hogy egy ilyen 10 literes kaniszter az azt is elég már megemelni, és akkor az csak két arany jön. Tehát egy viszonylag kis mérete miatt a nagy sűrűséggel okozta, hogy ilyen nagy tömegű lesz. Tehát akkor is a kérdő miatt is viszonylag nagy a tömege. Jó, tehát mi lenne a válaszunk? Hát, hogy nem mindenki. Azért így van a arany dörgöt, ilyen méretű, nem biztos, hogy meg tudnánk emelni. Hát azért természetesen én sem láttam még a végébe. Filmeken már láttam többször, és ugye szokták mutogatni, hogy hogy néz ki. Hát nyilván 5 kg arany tömb, ugye gramjára szokták megmondani, hogy hány ezer forint. Hát ha 1000 grammot veszünk, már akkor is 1 millió forint. Tehát 5 kg ez ilyen 10-20-30 millió forintokba kerül. Tehát nyilván én sem igazán fontos, hogy én arany tömbben. Jó. Térjünk vissza akkor az előző napnak a végére. És lenne még néhány alapvető kérdésem. Az egyik kérdés az a hetes asztalnál kérdésebb. Számítsuk ki, vagy határozzuk meg, hogy melyik nagyobb, melyik kisebb mértékegység. Tehát három kérdőjel, tehát három adat lenne. Kilogram per köbméter. A második kilogram per köbdeciméter. És a harmadik adaton pedig gram per köbcentiméter. Milyen relációját kéne tennem ide és ide? Mondjuk ugye, hogy hát ezért számtalan mértékegységet tudom mondani, és melyek milyen viszonyban vannak egymással, melyik kisebb, melyik nagyobb, esetleg egyenlőséggel is gondolhatunk. Hova mit tegyünk? Egyenlőséget a kilogramra. Melyik helyre? A kilogramra. És ide, vagy ide? Ide tegyem, vagy ide? Ide tegyek? Ide egyenlőségére. Mi? Mesélek végig gondolni? Figyeljünk! Nem így kértem, jó? Hogyha kiabáljuk. Ide meg ez az első kisebb? Második a kisebb. Jó, mindjárt megbeszéljük, jó? Tessenek ide nézni. Ugye látjuk, hogy a kilogram a gramnak hányszorosa? Tízszerese? Százszorosa? Ezerszerese? Mennyi? Tíz. A kilométer az hány méter? Akkor a kilogram az hány ura? Ezer. Ugyancsak ezer, jó? Tehát a kiló, akkor azt jelenti, hogy ezer. Mindenféle mértékegységnél, jó? Tehát a kiló, ha lényegesztünk, azt jelenti, hogy 1000. A kiló bájt, az azt jelenti, hogy 1000 bájt. Számítás technikában is. Illetve 1024, de közelítőleg 1000. Jó, tehát a kilogram, az 1000 gram, a köbcentiméter, köbdeciméter között a váltószám, ugye 10x10x10, vagyis az is 1000. Ha 1000-szeres a tömeg, és 1000-szeres a térfogat is, akkor a sűrűség milyen? 1000-szer nagyobb térfogat, nyilván 1000-szer nagyobb a tömege, tehát ez a hányados nem változik. Ezt a relációját jól tettük ki. Tehát ez rendben van. És az első? Hát
És az az egy köbméter az hány több deciméter? Mi a változtán a több deciméter és a köbméter között? Ezzel. Ugye deciméterből hány kell méter legyen? 10 deciméter az egy méter. Tehát 10-szer 10-szer 10 az megint csak 1000, 10, 100, 1000 több deciméter. Tehát elmondhatjuk, hogy kilogramm per több deciméter az nem más, mint 1000. 10-100 000 kilogramm per több deciméter. Tehát még egyszer, 1 kilogramm per több méter az 1000 kilogramm per több deciméter. Egyezik meg? Hátszorzok még jobban látszik talán, hogy 1000 kilogramm per több méter, 1000 kilogramm per több méter az felel meg 1 kilogramm per több deciméter. Akkor melyik lesz a nagyobb mértékegység? Ebből 1000 nyíl annyit, mint ebből 1. Akkor melyik a nagyobb mértékegység? Ha ebből 1000 darab annyit ér, mint ebből 1, akkor ez a nagyobb. Jó van kitéve a lációját? Fordítva. Gondoljuk már bele, ez mit jelent, hogy egy köbméternyi anyag az egy kilogramm. Ez meg azt jelenti, hogy egy köbdeciméternyi anyag már egy kilogramm. De azért ez sokkal nagyobb mértékegység, és hányszorosa? Ezerszerese. Jó, tehát a relációt én fordítva tenném ki, így-né, és ezerszeres, ugye? Igen. Tehát ebből ér, ezer van egy, mint ebből egy. Tehát ez az ezerszeres mértékegység. Jó, tehát ez ezerszer annyit ér, jó, mint a másik. Oké, és akkor jó? Jó, és két számolási feladat lenne, választjuk ki az egyiket, jó? Az egyiknél egy jégsűrűséget kell meghatározni, a másiknál meg a fenyőfa sűrűségét. Legyen a fenyőfa. Tudjuk, hogy a vízet buszatják, tehát biztosan kisebb lesz a sűrűsége, mint a víznek. Egy gyors számolás következik. Én nem is töröm. Nem is törölhetném rá a mértékegységet, oda van írva a sűrűségét úgy számít, hogy tömeg per mérfogat. Már csak behelyettesítenénk, jó? A tömegérték az mennyi? Nézzük az adatot. 2000 kilogramm, már írjuk is. 2000 kilogramm osztva, térfogat pedig 4 köbméter. Hát ezt fel is lehetjük osztani. 2004, 5. 100. Mértékegysége milyen lesz most? Kilogramm per köbméter. Oda van írva. Kilogramm per köbméter. Azért szoktuk mindig kérni a mértékegységet is, hogy ne kelljen gondolkozni a szerepről. A víznek megbeszélt is, hogy 1 gram per köbcentiméter, tudod, hogy gram per köbcentiméter és kilogramm per köbméter között van egy 1000 szorzó. Tehát 1 köbméternyi víz az 1000 kilogramm, ugye? Na most 1000 kilogramhoz képest csak 500, tehát a fenyőfa, az egy úgynevezett puha fa, nem olyan, mint amivel mi kísérteztünk. Ennek a sűrűsége mennyi volt? Meg a kemény fának? Hát ha beleírjuk a körmünket, nem látszik meg rajta. Ez úgy, ez a kemény fa, tehát valószínűleg dió vagy tölgy, ami ugye, vagy a kárt, ami keményebb fa. Ezeknek a sűrűsége mennyi volt? Most mértük meg. 0,8 körül. El is úszik a vízen, de azért ez nem ezek. A fenyőfa, nem tudom, biztos fogták a kezükbe, ha az ember belenyomja a körmét, akkor benne látszik a nyoma. Ez egy puha fa. A puha fa azt jelenti, hogy sűrűség is kisebb, akár a fele legyen a víznek. Tehát fele víznek kiáll a vízből, tehát a fenyőfa sokkal könnyebb anyag, mint a kemény fa. Jó? Tehát mi egy ilyen kemény fával dolgozunk, hogy ne menjen tökre gyorsan. Ha a fenyőfa nincsen lekezelve, nincsen le felület kezelve, akkor könnyen tönkre egy idővel csorgul, lejtődik, meg csorgul, stb. Elég puha anyag, sűrűsége csak fel akkor az, amit a víz. Na, hát remélem azért valamit sikerült itt a sűrűségben megsejteni és megérteni, és kicsit élvezték is itt a második részét főleg a mérkőzést. Amit kérnék mindenkitől, hogy mindent tegyünk vissza a tárcára, a vizet öntsük ki, középen a lefolyóba bele lehet önteni, jó? És a kifolyt vizet próbáljuk már felítatni, jó? Mert azt a fölszínre is tönkre megy tőle. Tegyünk szép mindent úgy, ahogy volt, szépen helyezzük el a tárcán mindent egymás mellé. Na, hát nagyon szépen van. Én valamit szeretném. Megbírtam az ügyet.
Hát mondjuk ennyire biztos nem kísérletezett az Úr órán. Nem, nincsen még. Mondjuk a sűrűségnél is lehet akkor a fordatóan a képben azért ebben a karos magyar nagyhelyben akkor. Hát egyen legényében is van még azt lehet használni. Hát lehetne. Jól kívánok. Az a baj, hogy a fordatóan is Én meg ott